Szalai Ágnes, a titkokat az ujjaimnak mondom el. A kórházban azzal ijeszgette, hogy egy nagy tűvel beoltanak, s nem jön hozzám látogató. Gyorsan a paplan alá ültem, hogy ne találjanak meg a nagy tűvel, aztán kiszöktem a folyosóra, hogy megtaláljon a látogató. Amikor kivették a mandulámat, azt álmodtam, hogy pizsomába járnának a doktorok, nagyra tátott szájjal, s fehér köpenyben fekszenek a gyerekek. Csak te voltál utcai ruhában, néztél be az ablakon, és nem tudtam, melyik vagy. Ha öreg leszel, te is meghalsz, mondtad. Aztán az, hogy szeressem az öregeket. De én nem szeretem, ha valaki meghal. Miért kell meghalni az öregeknek? Mondd, mi sosem lehetünk egy idősek. Akkor se, ha nagyon akarjuk. Akkor se, ha én minden nap növök egy picit, és te már nem nősz tovább. Akkor se, ha holnap én ülök melléd. Én fogom a kezed, én mesélek. Nem hiszem. Egyszer, egyetlen egy percig biztosan egyidősek lehetünk. Ugye a nagy titkokat nem kell elmondani, még neked sem. És nem fogsz sírni miatta. A titkokat csak az ujjaimnak mondom el este, amikor elém jönnek. Múltkor azért tudtam a kezem a takarónál. Szeretettel köszöntöm dr. Puskás Imrét, a Tolna megyei közgyűlés elnökét. Szilágyi Szilviát, az ötvös pedagógiai szolgálatot közgazdáját. Ónodi Szabolcsot, a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus dr. Baksa Csabát, a Tolna megyei kormányhivatal igazgatóját, és Gerzsei Pétert, a Tolna megyei tankerület igazgatóját. Én Lenczné Brobovszky Judit vagyok, Tolna megyei versenyszervező, ma délután én leszek a műsorvezető. A bevezető verset Csizmazia Dóra 5. osztályos tanuló szavalta, aki a Szekszárdi Garai János Általános Iskola tehetséges versmondója. Köszönjük a közreműködést, és további sok sikert kívánok a versmondásban. A mai napon a Tolna megyei önkormányzat, az ötvös pedagógiai szolgáltató és a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium nevében ünnepi fogadáson köszöntjük a 2012-13-as tanév tanulmányi és tehetséggondozó versenyeinek megyei fordulójának első helyezett diákjait és felkészítő tanárait. Az idén 6. alkalommal rendezzük meg ezt a díjkiosztó ünnepséget. Az ünnepségünk elején felkérném Ónodi Szabolcs igazgatórat, ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt elnök úr, nagyra becsült kollégáim, kedves szülők, kedves ünnepi! 6 évvel ezelőtt pedagógiai intézet megszűnésével veszélybe került, hogy kik fogják szervezni a tanulmányi versenyeket a megyén belül. Elnök úr megkeresett, egyetlen jó válasz lehetett, hogy ezt meg kell csinálni.
fölvállaltuk. Juditnak köszönöm ezúttal is, 6 évvel keresztül nagy lelkesedéssel kézbe vette és csinálja. Amikor első évben láttuk, hogy milyen sok tehetsége a gyerek van Tolna megyébe, milyen lelkesen csinálják a kollégák önszervezéssel és némi segítséggel a versenyeket, megkerestem elnök urat, legyen egy nap, amikor egyszerre egyidejűleg láthatjuk, mint azokat, akik korosztályokban kiemelkedő képességeiket versenyeket bebizonyítani tudták. Alakítsuk egy díjat, uram, láss csodát, minden évben egyre több, minden évben egyre értékesebb lett Tolna megye Talentuma díj. Most egy korszak lezárul, hiszen szeptembertől állami feladatként nem lesz ez irányú civil szervezetnek dolga. Nagy öröm számomra, hogy elnök úr továbbra is szeretné, hogyha ez létezne. Nincs kétségem, hogy ameddig az elnök úr mögötte lesz az ügynek, amíg lesz mit ünnepelnünk, addig el fogunk jönni és ünnepelni. Köszönöm. Hiszen önök, akik itt vannak évről évre, legalábbis úgy emlékszem, úgy látom, hogy különösen pedagógus kollégák közül nagyon sokan itt vannak évről évre. Tudjuk, hogy valóban onnan indult ez a kezdeményezés, hogy a Bonyhádi gimnáziumban megszületett ez a kiváló gondolat, és én nagyon örültem, hogy támadt egy ilyen jó ötlet. Talán a Talentum díj is egy jó ötlet volt, hiszen valóban azt reméljük, hogy azok a fiatalok, akik ma itt vannak, a korábbi években itt voltak, akik elismerésben részesülnek, mindannyian úgy folytatják tanulmányaikat, úgy folytatják az életüket, aztán majd a felnőtt létüket is, hogy azokat a képességeket, amelyeket hoztak magukkal, azt a tudást, amelyet gyűjtöttek, azt folyamatosan gyarapítani fogják, és bízunk benne, hogy egy kis közösségnek, a településük érdekében, a megyének az érdekében, de legalábbis ennek az országnak, ennek a hazának az érdekében fogják mindezt tenni. Most tehát ez egy kiváló kezdeményezés volt, én minden évben meg is köszönöm ezt Ondori Szabolcs igazgató úrnak, és most egy picit van is bennem némi kis nosztalgia, meg van bennem az a fajta elválás érzés, ami persze inkább csak szimbolikus érzés, hiszen Bonyhádi gimnázium is kiválóan fogja tenni a dolgát a jövőben is, igazgató úr is elkötelezetten szolgálja majd a köznevelés, a közoktatás ügyét és a tehetséggondozás ügyét is. De valóban ez a hármas együttműködés, amely a korábbi években megtörtént, és amely együttműködés ezeket a díjkiosztókat, ezeket a gálákat is létrehozta, ez most ebben a módon, ez ilyen módon nem folytatódik. De én nézek az előttem ülőkre elsősorban, és az a remény tölt el, hogy természetesen jövőre is találkozni fogunk ezek között a nagyon szép falak között, sőt én azt remélem, hogy jövőre már egy gyönyörű Béla téren keresztül fogjuk megközelíteni a nagyon patinás megyeházát, és nem mindenféle intelligencia próbák által fogjuk majd valahogy megtalálni azt a kis ösvényt, ahogy meg tudjuk közelíteni ezt a szép házat. Nos, tehát én magam részéről mindenképpen azt szeretném, sőt azt ígérem, hogy lesz talentum díj átadó gála, mert hát nyilvánvalóan versenyek is lesznek, ez mindannyiunknak az érdeke. Mert miért is fontos ez? A verseny az nem feltétlenül csak azért fontos, hogy valamilyen módon, akár iskolák, akár pedagógusok, ne adj Isten most már a tanügyjel foglalkozó előjárók ezt ilyen kötelezőként ki tudják pipálni, hogy ilyen is történt. A verseny az alapvetően a gyerekekről szól, és a gyerekek számára fontos. Mert
minden versen már csak olyan dolog, hogy az ember tréningezik, ez lehet akár sport, akár például művészetek, vagy akár olyan fajta tudományok, amelyeknek a megismerése, a megtanulása, elsajátítása az elsősorban a könyvek fölé görnyedésnek a technikáján, módján keresztül történik. Nos, tehát ezeknek a tréningeknek mégiscsak akkor van igazán nagy jelentősége, és akkor tudja az ember megmérni azt, hogy meddig is jutott, hogyha össze tudja vetni a tudását. Nem feltétlenül csak oly módon, hogy felszólítja a pedagógus, hogy most ő felel, vagy éppen dolgozatot kell írni, és akkor egy skálán, az 1-től 5-ig skálán minősíti azt a tudást, amelyet ő szerzett, hanem ennél sokkal izgalmasabb és nagyobb kihívást jelentő helyzet az, amikor ezt a tudást még inkább össze lehet vetni, amikor annál az iskolai tudásnál még többre van szükség, mert a legjobbakkal kell megmérkőzni. És ennek valóban van egy komoly izgalmi állapota, erre nagyon sokat lehet készülni, erre érdemes nagyon sokat készülni, és hát ezek azok a versenyek, amelyeken ti kiválóan szerepeltek. És ezek a versenyek azok, amelyek vélhetően és remélhetően nagyon sok fiatalt megmozgatnak. Nem annyit, aki ma itt ül, hanem ennél sokkal-sokkal többet, mert a verseny az úgy jó, hogyha sok ellenfél van, és természetesen mindannyiunknak az az érdeke, hogyha sok fiatal érzi úgy, hogy ő meg akarja méretni a tudását, ő össze akarja vetni a tudását a többiekével, és ezért aztán tesz is. Hát miért is fontos ez a tréning? Miért is fontos az, hogy edződjünk, hogy ne csak egyszerűen fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben is többre legyünk képesek. Fontos azért, mert nyilván az életben több esélyünk van a boldogulásra, hogyha nagyobb tudással rendelkezünk. Azt gondolom, hogy ezt nem kell különösebben boncolgatnom, nagyon okosságokkal ezt alátámasztanom. Más nem mondjuk azért egy dolgot, mégiscsak illik ezt talán hozzátenni, hogyha ilyen kicsit valóban felnőtt megközelítésben nézzük a dolgot, a legjobb esélye annak van elhelyezkedni, munkát találni, aki diplomás. Értelemszerűen ez mondjuk elég szemléletesen alátámasztja azt, hogy jól lehet boldogulni a nagyobb tudással. Persze a nagyobb tudással nem csak ilyen számok, ilyen statisztikák alapján lehet kimutatni, hogy jobban lehet boldogulni. Egyszerűen nyilvánvalóan, ha a világról többet tudunk, akkor a világ kihívásaira, feladványaira valószínűleg jobb, okosabb, szerencsésebb válaszokat fogunk adni. Ezért van az, hogy aki több tudást sajátít el, aki erre sok energiát fordít, az nagy valószínűséggel jó eséllyel fog boldogulni az életben. Ez a jó eséllyel való boldogulás pedig azt jelenti, hogy képes lesz maga számára megfelelő egzisztenciát teremteni, aztán bízunk benne, hogy ennél még tovább, még hosszabbra gondolkodtok, majd még távolabbi jövőben gondolkodtok, és ez azt jelenti, hogy majd családban, gyerekekben is kell gondolkodni, és reméljük, hogy nekik is sikerül egzisztenciát teremteni azáltal, hogy sokat tudtok, jól tudtok boldogulni az életben. Ez nyilván az egyénnek fontos, amikor azt vetjük fel, hogy miért is kell a tudás, miért érdemes palliozni az elmét. De természetesen egy közösség számára is fontos az, hogy sok olyan ember legyen, aki nagyon komoly tudást halmoz fel, aki jó válaszokat tud adni az élet kihívásaira, mert az elég nyilvánvaló, hogyha csak a saját történelmünkre tekintünk vissza, a magyar történelemre, akkor általában azok vitték előre ennek a nemzetnek a sorsát, akik felkészültek voltak, akik komoly műveltséggel rendelkeztek, sok tekintetben, itt különösen a tudósokra nyilván kell gondolni, kreatívak voltak és valami olyan tudással bírtak, amelyel mások nem. Itt érdemes megemlíteni, hogy eddig a Talentum gálákon többször már volt arra példa, hogy meghívtunk egy-egy tekintélyes, tiszteletre méltó, nagy tudású embert, aki valahonnan valamelyik Tolna megyei iskolából indult el, és érdemes talán megemlíteni, amikor ezen gondolatok mentén járunk, hogy Nusser Zoltán, aki Bonyhádról indult, az nemrégiben vehette át a Bolyai díjat, ami a magyar tudományos életben a legmagasabb rangú elismerésnek számít. Tehát valóban Tolna megyéből is lehet világhír felé indulni,
lehet világhír felé indulni a tudományban is. Meggondoljuk egy másik előadónkra, aki egy nagyon-nagyon inspiráló előadást tartott, aki azt hiszem ott volt, az mennyire emlékszik rá, ő Kovács Antal, cselgács az olimpiai bajnok, ő pedig Pakson indult, még mindig Pakson jár, de közben világhíre tett szert, és ő is egy nagyszerű ember. Egy egészen más területen, a sportban, de egyébként a tudományban is sikereket ért el. Most tehát egy közösséget is lehet szolgálni azzal, hogy komoly tudásra teszünk szert, mert a közösség annál erősebb, minél több benne az olyan ember, aki a képességeinek a legjobbát igyekezett kihozni magából. És a legnagyobb közösség, amit szolgálni szeretnék, amelynek a boldogulása számunkra fontos, ez a nemzet. És én azt gondolom, hogy mindannyian, akik fontosnak érezzük a saját magunk boldogulását, azok mindannyian ott érezzük valahol a szívünk mélyén, hogy kicsit többet is szeretnénk. Nem egy csak egy kis közösségnek az érdekeit, az előmozdulását, az előmenetelét akarjuk szolgálni, hanem azért ennek az egész nemzetnek a dolgában szeretnénk valami kis építőkockát elhelyezni, és ezáltal nagyobbá, erősebbé, stabilabbá tenni. Én bízom benne, hogy ha most még ilyen fiatalon nem is biztos, hogy ilyenfajta gondolatok eszmélnek bennetek, de én biztos vagyok benne, hogy egy kicsit később, egyetemistaként, fiatal felnőttként már ez a fajta érzés is munkálni fog mindenkiben. Most tehát mindannyiunk érdeke az, hogy legyen verseny, mindannyiunk érdeke az, hogy a fiatalok többsége fontosnak érezze azt, hogy ilyenfajta szellemi megmérettetésben is részesüljön, és abban sikereket érjen. Aki itt van, az nyilvánvalóan azon sikeresek közé tartozik, aki valamiben már ebben a közösségben, Dolna megyében, a saját korosztályában a legjobbnak bizonyult. Ez egy nagyszerű érzés, ez egy büszkeségre jogosan okot adó érzés, hiszen kiválónak lenni nagyon sok fiatal társunk között, a legkiválónak lenni, ez egy nagyszerű felemelő dolog. És természetesen, amikor a fiatalokat miatatjuk, azért mindig fontos megemlíteni, hogy a fiatalok, a diákok, azok önmaguktól is lehetnek motiváltak. Önmaguk is fontosnak érezhetik azt, hogy igen, az én tudásomat szeretném megmutatni. De valljuk őszintén, legtöbbször azért fontos, hogy ott legyen egy pedagógus, aki ösztönözzön, aki dicsérjen, és időnként dorgáljon, hogy még többet kell tenni, még érdemes elsajátítani ezt vagy azt. És ezért fontos az, hogy legyenek olyan pedagógusok, mindig legyenek olyan pedagógusok, akik fontosnak érzik, hogy a munkájuk az addig terjedjen, arra is irányuljon, hogy többet szeretnének adni, többet akarjanak adni annál, mint amit megkövetel tőlük a tanrend, a tanmenet, az a tananyag, amelyet a gyerekekkel el kell sajátítatni. Fontosnak érezzék azt, hogy sikerélményeket szerezzenek a gyerekeknek azáltal, hogy versenyeken részt vesznek. Mert szerintem ez a legfontosabb, hogy a gyerek valójában a versenyeken indul, akkor sikerélmény lehetőségé. Tehát azok a pedagógusok, akik arra ösztönzik a fiatalokat, hogy ilyenekben részt vegyenek, azok meggyőződésem szerint nem valamiféle önérdekből teszik ezt, hanem pontosan abból az érzésből, hogy igen, a gyereknek legyenek olyan fajta élményei, amelyek megerősítik abban, hogy akár egy-egy tantárgy, egy-egy tudományág területén többre akarja jutni, esetleg nagyon magasra akarja jutni. Most tehát ezért is fontos az, hogy elismerjük azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik ezt hosszú időn keresztül teszik, és nagy eredménnyel teszik. Ezért egy ilyen hagyományosnak mondható elismerés sorozatban is lehet időnként újdonsággal élni. Ebben az évben nem csak az az újdonság, hogy ebben a felállásban az utolsó, hanem az az újdonság is, hogy elindítunk egy olyan sorozatot, amely kapcsán minden évben ezen alkalomból elismerjük egy-egy pedagógusnak a kiemelkedő teljesítményét a tehetséggondozás területén. Tehát ma itt először egy kolléga egy ilyen elismerést is átvehet, és ahogy ígértem, mint a Tartunk díj folytatódik, ezért ez szintén hagyománnyal fog válni, és én azt remélem,
Mint minden díj kapcsán ez a legfontosabb fokmérője a díjnak, ez adja meg a rangját, hogy az, aki nem kap idén, az azt érzi majd, vagy azt érezze majd, hogy aki viszont ezt elnyerte, az méltó erre. Ha ez így lesz, és én biztos vagyok benne, hogy ez így lesz első alkalommal is, és a további alkalommal is így lesz, akkor valóban ennek az elismerésnek komoly rangja, tekintélye lesz, és akkor jó, hogy ezt megtesszük minden évben. És nem szabad nem beszélni azért a szülőkről, mert hogy nyilvánvalóan fontos a gyereknek az elszántsága, fontos a pedagógusoknak is az eltökéltsége, a szakma iránti, igazgatás iránti nagy-nagy elszállás, de tudjuk, hogy a szülőknek a passzivitása, nehogy Isten, ezzel kapcsolatos ellenállása vagy távolmaradása az komoly gát lehet a gyerek előrejutásában. Ezért aztán nyilván, akik ma itt ülhettek, szerencsére mindenkinek olyan szülője van, apukája, anyukája, aki örül annak, hogy gyermeke az egy ilyen versenyen indul. Nyilván valóban, amikor még komoly eredményeket ér el, annak meg aztán különösen örül, úgyhogy én mindenképpen együtt érezve a szülőknek a büszkeségével, köszönöm meg a szülőknek is azt, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekeik azok valóban előrébb jussanak, mindazt a képességet, amelyet örököltek, magukkal hoztak, azokat a lehető legnagyobb, legjobb értékben ki tudják aknázni. És az utolsó gondolatom az a folytatóké, abban az értelemben, hogy tudjuk, hogy a magyar oktatási rendszer, még hogyha talán akik benne vannak, különösen a diákok, ebből jobb esetben keveset éreznek, a pedagógusok nyilván már többet, de kétségtelen egy komoly átalakuláson megy keresztül. Az önkormányzati fenntartásból, állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények, közoktatási intézmények, és ennek természetesen sok-sok következménye van, sok-sok velejárója van, de én bízom benne, hogy az, amiért ez történik, az előbb-utóbb érvényesülni fog. Mert nyilvánvalóan azért történik, hogy mindaz, amiről én próbáltam néhány gondolatot elmondani, miszerint minél több gyerekben, minél nagyobb, minél jobb módon tudjuk a képességeket kibontakoztatni, az valóban jobb hatékonysággal, jobb eredménnyel történjen. Nem azért, mintha az önkormányzatok, mert hogy a megyei önkormányzat is intézmény fenntartó önkormányzat volt, tehát ilyen értelemben teljesen részesen vagyok annak, hogy önkormányzatok voltak fenntartói. Tehát nem mintha az önkormányzatok nem lettek volna nagyon jó gazdái, nagyon elkötelező gazdái az oktatási intézményeknek. Dehogy nem, sőt, ellenkezőleg. Viszont kétségtelen, hogy amikor egy országról gondolkodunk, akkor az ország erőforrásait is figyelembe kell venni. És az ország erőforrásai szerint kell a feladatoknak a meghatározását megtenni és feladatokat vállalni. És bízom benne, hogy ezen észszerű erőforrás gazdálkodás alapján történt az állami fenntartásba vétel, és ez az észszerű erőforrás gazdálkodás végül is oda vezet, hogy Magyarországon nem lesz olyan iskola, ahol ne indulnának jó eséllyel a gyerekek, akik ott tanulnak. Ez a legfontosabb. Az pedig már azokon a tehetséggondozó pedagógusokon múlik, hogy ne csak egyszerűen jó átlag legyen a magyar iskolákban, hanem nagyszerű képesség, nagyszerű tudású, nagyon sokra hivatott gyerekek is kinőjenek továbbra is ezekből az intézményekből. Az új fenntartással kapcsolatban felelősséggel bíró felé pedig nyilván az a kérésem, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy valóban működőképes legyen a magyar oktatási rendszer, valóban azt a fajta küldetést teljesíteni tudja, hogy minden gyerek legtöbbet ki tudja hozni magából, és egyébként pedig minden következőnek, minden további fenntartónak, aki ennek a részese lehet, én továbbra is ajánlom, hogy a megyei önkormányzat a talentum díj átadásában, a gála megteremtésében, létrehozásában partner lesz, úgyhogy még egyszer abban bízom, hogy jövőre újra sokukkal találkozni fogunk, sok diákkal, sok felkészítő pedagógussal, szülővel fogunk találkozni majd ezen falak között, és addig is természetesen azt kívánom önöknek, fiataloknak, tanároknak, hogy pihenjék ki az elmúlt tanévnek a fáradalmait, és új út erővel aztán szeptemberben tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az egyéni életutak egyre messzebbre vigyenek, hogy a közösség erős legyen, és összességében ez a haza is
minden erősebb legyen. Köszönöm szépen a figyelmüket, minden jót kívánok! Köszönjük szépen elnök úr szavait! Ünnepségünket a Dombóvári Belvárosi Általános Iskola Sárközi Lányok csapatával folytatjuk, akik a Tolna megyei népdalcsokrot adnak elő Bartók Béla Bürögi gyűjtéséből és Sárközből. Szólót énekel Zelcsényi Zsófia, ő az I.S. Gyula gimnázium tanulója, Süveges Sára és a Sárközi Lányok, felkészítőjük Bódis Péterné. Legszebb virág, te vagy benne galambom.
leszek belőle, szerelmes leszel tőle. Öreg anyám olyan volt, nem szerette az orsót, csak a pálinkás korsót, csak a pálinkás korsót. Öreg anyám tanított, lába közé szorított, úgy sikatott, rikatott, mint egy koszos malacot. Úgy sikatott, rikatott, mint egy koszos malacot. Műsorunkat Favka Borbála szavalatával folytatjuk, aki a Dunaföldváli Magyar László Gimnázium 7-es tanulója, felkészítője Vicaini Lajkó Anita. Kérem a szólított diákokat és felkészítő tanárokat, hogy fáradjanak ki a díjak és okleveleket.
Bogdán Katalin,
álljatok itt meg előttünk, mert szeretnék egy kis kiadatást is elmondani róla. Süveges Sára és a sárközi lányok a Dombóránvári Belvárosi Általános Iskola énekzene tagozatának 7. osztályos tanulói. Az óvodás meghallgatás után napi szinten énekelnek tamborán, kórusban és néptánc foglalkozásokon. Sára és Zsófia szeretete a gyermekdalok és népdalok iránt már első osztályban kiderült. Az elvetett magocska alsó tagozatban a gondos nevelésnek és ápolásnak köszönhetően gyökeret ver, majd szárba szökken. Felső tagozaton egyre erősebb szárra növekedett, s mára már nélkülözhetetlen része életének a népdalok éneklése és a néptánc. A 7 éve tartó közös munka évente meghozta gyümölcsét a különböző előadásokon, versenyeken, szerepléseken, ahol a legtöbb esetben aranyminősítésben részesültek. Sárával ebben a tanévben az osztálytársai közül a népdalokat szerető lányokat egybegyűjtötte tanárnőjük Hódis Péterné, majd csoportos dalra fakasztotta a lelkes kis csapatot. Ez oly jól sikerült, hogy az országos döntőben való bemutatkozásukat a Sebestyénnél Farkas Ilona által vezetett zsűri aranyminősítésben részesítette. Felkérem Hódis Péternét, felkészítőjüket, ő is jöjjön ki. Három alkalommal indult a Nemzetközi Kaleidoszkóp Versfesztiválon, ahol hatalmas
elismerés övezte munkáját, díjazták fesztiváldíjjal, külön díjjal, de kitüntették reménységdíjjal is. A 2012-13. Tanév eredményei közül néhány. Kiemelkedő eredményt ért el a szexuális versmondó lányka a 14. Kaleidoszkop vers fesztiválon Nyíregyházán. Erzsébet királyné emlékére az országos vers és prózamondó verseny 19. alkalommal szervezték meg Gödöllőn, ahol Dorka a gödöllői királyi kastély díjában tért haza. 2012. december 1-én rendezték meg Budapesten a Fővárosi Művelődési Házban a Regőső Túrján 2012 minősítő országos vers és prózamondó verseny, mely egyben gála is volt. Dorka három fordulón sikeresen továbbjutott, mely a 2012-es évet felülelte, ezen a szép szombati napon megkoronázta egész éves teljesítményét, aranyminősítéssel tért haza. 2012 nyarán az országos Fedorka versnapon Fedorka díjat, idén pedig Nívó díjat kapott eredményes szereplésért. 2013 májusában Nagyatádon képviselte Szexárd városát, ahol eredményes szereplése a budapesti országos gálára való bejutását biztosítja ez év novemberében. Országos versenyeredményei mellett számos régiós, területi, megyei, városi verseny győztese. Felkészítő tanára édesanyja Csizmadia Ferencné. Teljesítményekhez szívből gratulálunk, és tovább nagyon sok sikert kívánunk. Díjhozó ünnepségünket a középiskolákkal folytatjuk. A Paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tanulói következnek. Horváth Barbara, az Implom József helyesírási verseny első helyezettje, felkészítője Vasvera. Pap Zoltán, a Mikola Fizika verseny megyei első helyezettje, az országos versenyen negyedik helyezést ért el. Gratulálok! Felkészítőjük! Magda Rizsóka, a Ránki György történelem verseny megyei első helyezettje, felkészítője Bordácsi Pap Mónika.
vezetője, Kis Erdő. Mozolai András, az Irigy János Média verseny negyedik győztese, felkészítője László Szilárd. Pap Péter, a Szavária Történelem verseny első helyezettje, felkészítője dr. Gesztes Jánikő. Kassó Gergőt is szólítom. Kassó Gergő a Baranyi János Gimnázium 9. osztályos tanulója, aki nem csak a megyei verseny első helyezettje lett a Szavária Történelem versenyen, hanem országos döntőn is első helyezést ért el. Szívből gratulálok! Gergő 16 éves, a Baranyi János Gimnázium 9. évfolyamára jár. Édesapja szintén ebben az iskolában tanít, édesanyja pedig a megyei főügyészségen dolgozik. Két testvére van, idősebb bátyja egyetemista, Iker testvérével egy osztályba jár. Gergő a Szexhári Partikon Néptánc Egyesület és a Gerenci Csúzó Klub lelkes tagja. Minden hétköznap legalább egy egyesület foglalkozásán részt vesz. Kedvenc tantárgyai közé sorolja a történelmet és a matematikát. Gergő ezekkel a tantárgyakkal is szeretne tovább tanulni. A történelem iránti vonzalma már általános iskolai tanulmányai során megmutatkozott. A 7.-8. évfolyamosok számára kiírt országos történelem tanulmányi versenyen az elmúlt tanévben 7. helyezést ért el. Tanára Illésnyi Gesztesi Tiroska volt. Gergő idén először indult a Szavária országos történelem versenyen. Ez a verseny a legjelentősebb megmérettetés a 9.-10. évfolyamosok számára. A nehéz munka meghozta gyümölcsét, már az első próbálkozásra is, azaz Gergő első helyezett lett. A nagyon szép sikerhez azonban rengeteg előzetes felkészülő munka járult. A háromforduló során folyamatosan dolgozott. Felkészítőbe járt már szeptembertől heti rendszerességgel. A versenyszezon végén sokszor már naponta. Gergő szívesen olvas történelmi tárgyú könyveket. Nagy a műveltsége, így a kötelezően megadott szakirodalomon túl bármilyen a felkészítő tanára által ajánlott könyvet szívesen olvasott és olvas. Emellett feladatokat, esszéket fordult meg. 8-10 perces előadásokat tartott, mindez nagyon jó hangulatban, akár hétvégéken, késő este vagy hajnalban. Gergő eltökéltsége és jó munkamorálja mellett vidám, őszinte, megbízható és segítőkész személyiség. Jó csapatjátékos is, azóta tovább tudott egy másik országos versenyen is testvérével és egy osztálytársával együtt. Felkészítő tanára a dr. Gesztes szabadidejében sokat keresgél az interneten, és számos dalt innen tanul meg.
Különösen kedveli a kalukaszegi és székigalkohat. Az utóbbi években Töményi Sárgyi Bibolya irányításával igyekszik tájékozódni a magyar nézőnek örökség óriási tárházával. Ugyanúgy csiszolja a hangját is. A hangképzésre, előadásmódra vonatkozó tanácsaival is segíti a felkészülésben. Sajnos a tanárnőve tegnap tudott eljönni, és Bogárka sem érzi jól magát, ezért elének el most nekünk, de hallgatok már, hogy nagyon szép hangja van. Kémikus diák szimpózium külön díját kapta.
A Bottyán Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia természettudományi szekciójának első helyezettje. 2012-13-as tanévben 5 országos kémia verseny első helyezettje. Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny első helyezettje ebben óraszámú kategóriában, Irinyi János díjas, illetve Irinyi külön díjas. A kökér feladatok haladóknak versenyén szintén 9-12. Évfolyamban az országban a 4. legjobb eredményt érte el. Meghívást kapott az ELTE Kémiai Intézetében rendezett Nemzetközi Kémiai Diákolimpia felkészítőjére válogatóra. Matematika és fizika tantárgyakon is indult versenyeken. Felkészítő tanár a kémiából Nagy István. Köszönöm.
Kelemen latin szakos középiskolai tanárként. 1992-től a Történelem Tantár munkaközösség vezetőjeként, 2008. augusztus 1-je óta az idegen nyelvű munkaközösség vezetőjeként tevékenykedik. Az intézmény legnagyobb munkaközösségének vezetőjeként jól koordinálja a munkaközösség köznevelési törvényben és annak végrehajtási rendeletében, továbbá az intézmény pedagógiai programjában helyi tantervében meghatározott feladatait. Nagy szakmai tudással biztosítja a megfelelő információ továbbítását a munkaközösség tagjai között. Pedagógiai szakértelemmel ad javaslatot a tantárgyfelosztáshoz, a tankönyvek kiválasztásához és megrendeléséhez. Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületéhez kapcsolódó, tehetséggondozó pályázati lehetőségeket, és eredményesen bonyolítja azokat. Koordinálja a munkaközösség intézményi rendezvényeit, így a Garai János születésének 200. évfordulójára rendezett városi műsor honismereti részének összeállítását, latinos szakmai nap szervezését, a Garai napokon az idegen nyelvű filmes verseny készítésében a diákok segítését. Előadásaival, publikációival nagy mértékben hozzájárul az iskola ismertségéhez és elismeréséhez. Kiváló országos jövő szaktanár, tehetséggondozói tevékenységéért több alkalommal is részesült elismerésben. Tanítványai az ország legjobbjai között vannak a latin és történelem versenyeken. Az idei tanévben 9 országos versenyen 23 tanulója ért el országos döntős helyezést. Az elmúlt 4 évben 11 diákra kapott itt tornamegyetárának a díjat. Osztályfőnöki feladatokat is ellát, kiemelten foglalkozik a rábízott közösség tagjainak személyiségfejlesztésével, különös empátiával kezeli a hátrányos helyzetű diákokat. Nagy hangsúlyt fektet a tanulói viselkedés normáinak kialakítására. A pályakezdő kollégák munkáját folyamatosan segíti óralátogatással, ezek értékelésével, tanácsadással. Az intézményi középvezetés részeként naprakész tevékenységével, országos ismertségével nagy mértékben hozzájárul az intézményről kialakított pozitív képhez. Nagyon sok szeretettel gratulálunk a tanárnőnek, és további sok sikert kívánunk a munkáját. Kedves kollégák, diákok és kedves szülők! Az Ötvös József Pedagógiai Szolgáltató, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és a magam nevében szeretnék elbúcsúzni, és egyúttal megköszönni önöknek az elmúlt 6 évben tanúsított segítségét, pozitív hozzáállását a megyei versenyek szervezéséhez. Köszönöm a felkészítő tanárok áldozatos munkáját, a diákok szorgalmát és kitartását. A megyei versenyek szervezésével kapcsolatos változásokról a tájékoztatás az arra kijelölt szervektől hamarosan meg fogják kapni. A Tolna megye Talentuma díjat a következő években a Tolna megyei tehetségsegítő tanács segítségével továbbra is szeretnénk kiadni tehetséges diákjainknak. Ennek módjáról értesíteni fogjuk őket. További sok sikert kívánok a diákoknak, a felkészítő tanároknak és a szülőknek.